Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy üzenet az 1001 éjszaka mesekönyvből. Hogy jutottam el ehhez a forráshoz, ezt elmondanám újra. Az anyukám 2002-ben halt meg. Ebben az időben nagyon szomorú voltam. Valahogy szükségem volt az égi hatalomra, a hitemre, a jóistenre, a Bibliára, és egy napon jött nálam egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, amit itt mutatok, és kinyitottam a Bibliát. Próbálkoztam. Az, hogy az inga hogy működik, annak idején fogalmam sem volt erről. Csupán észrevettem, hogy a nyaklánc bizonyos szavaknál, mondatoknál más irányba mozdul ki. És egy időben kaptam gondolatokat, ami nem az enyém volt, hanem úgy kívülről jött. A szavak és a gondolatok, vagy bizonyos mondatok összefüggésben álltak egymással. Tehát volt tartalom. És 2002 óta használom ezt a kommunikációt. Úgy gondoltam, átküldöm nektek is, hiszen nincsenek véletlenek, és ha rátalálsz erre a videóra, valami neked is szól. De mivel szerelmi ügyeknél a Biblia az nem az a könyv, ami úgy gondolom használható erre a témára, ezért jött nálam ez az ötlet, hogy az 1001 éjszaka meséjét nyitom ki, és innen küldöm a szerelmi üzenetet, ami természetesen neked is szól. De ha a mélybe szeretnél tekinteni, vagy többet tudni bizonyos témákról, akkor kérhetsz tőlem egy személyes üzenetet, vagy a Bibliából, vagy a mesekönyvből, attól függően, hogy mi a téma. E-mailen keresztül felveheted velem a kapcsolatod. A díjam az 4000 forint. És kíváncsi vagyok most a mai üzenetre, nem tudom, hogy mi jön, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. És kinyitom a mesekönyvet. Itt a szöveg németül van, tehát közben le is kell fordítanom. Találkozni fogsz valakivel, és ez a találkozás egy meglepetés lesz. Jön egy hír, de nevethetsz emiatt a hír miatt. Valaki úgy gondolja, hogy győz feletted. Őrizd meg a nyugalmadat, mert nem fog semmi történni. Nyereményeid lesznek, vagy jó üzleti dolgok. Most mindenre úgy odafigyelsz, de amire még oda kellene figyelni,
Ez a te álmod. Mondd ki hangosan, hogy mi ez az álom, vagy mit tervezel, mert ez bekövetkezik, tehát megvalósul. Ha gondolod, le is írhatod ezt az álmot, vagy ezt a tervet, de ne beszélj erről másokkal. Itt kinyílik számodra akkor valami. Miután ez a vágy, ez az álom megvalósult, utána köszönd meg. Én is szoktam köszönetet mondani ezekért a hírekért, de ezt én úgy magamban köszönöm meg, tehát nem a nyilvánosságon, hanem amikor egyedül vagyok. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!